Testvéreim, keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító emléknapja van. 1542-ben született a spanyolországi Fontiveroszban. Apja halála után az anya három gyermekével Medina del Campo-ba költözött. János itt járt iskolába, a jezsuitákhoz, közben szolgaként is dolgozott a szegények kórházában. Később a karmeléta rendbe lépett. Nem sokkal pappá szentelése után találkozott Avilai Szent Terézzel. Ennek segítőtársa lett a rend megújításában. Jánosnak a reform sok szenvedést hozott. Ellenzői még be is börtönözték, és meg is verték. Elüljárói mindvégig nem értették meg. A szenvedése kemény iskolájában lett otthonossá Isten világában. Írásai az újkori misztikának legnagyobb alkotásai. Meghalt 1591. december 14-én. Vizsgáljuk meg lelkismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg a mi bűneinket, és vedessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Könyörögjünk! Istenünk, te keresztes Szent János áldozó papot és egyháztanítót, a tökéletes önmegtagadás és a kereszt nagy szeretetére nevelted. Engedd, hogy kitartóan kövessük példáját, és eljussunk dicsőséget boldog szemlélésére az örökké valóságban. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szívem. Krisztus teste, őrizzem az rögét.